önálló miniszterelnök jelöltet és mind a 106 választókerületben önálló képviselő jelölteket állít a 2022-es országgyűlési választásokra a Mi Hazánk mozgalom. Ezzel is egyértelművé kívánjuk tenni, hogy sem Gyurcsány Ferenc vagy embere, sem pedig Orbán Viktor miniszterelnökségét nem támogatjuk. Egyedüli pártként képviseljük a harmadik utat, és állunk szemben mindazzal, ami az elmúlt 30 évben a politikát jellemezte Magyarországon. Ez az időszak ugyanis arról szólt, hogy a nemzeti vagyont elherdálták, hazánk szuverenitása folyamatosan csökkent, és mindkét nagy politikai tömb a magyarság valódi sorskérdéseiben valójában ugyanazt az álláspontot képviseli. A Mi Hazánk mozgalom értékelése szerint a balliberális tömb kormányzása Magyarország gyors halálát, míg a Fidesz kormányzása Magyarország lassú halálát jelentené. Egyik sem elfogadható számunkra. Mi egy gyarapodó Magyarországot képviselünk, és ezért dolgozunk. A miniszterelnökünk jelöltünk bemutatásának az időzítése sem véletlen, sőt szimbolikus. Ma van az évfordulója Horthy Miklós kormányzóvá választásának, amelynek 100. évfordulóján tavaly, március 1-én lovas felvonulást tartottunk a Nemzeti Összefogás seregszemléjével, 10 szervezet összefogásával, de sajnos a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely felvállalja Horthy Miklós emlékét. Hogyha a Horthy korszak 25 évét összehasonlítjuk a rendszerváltás óta eltelt évtizedekkel, egyértelműen példaképként tekinthetünk arra az időszakra. A két világháború között is sújtotta Magyarországot gazdasági világválság, világszerte több 10 milliónyi halálos áldozatot követelő spanyol nátha járvány, és főként Trianon, amely a magyarság legnagyobb tragédiája. Horthy Miklós mégis virágzásnak tudta indítani lenyűgöző gazdasági fejlődést és kulturális pezsgést produkálva, ezért a Horthy korszakot példaképként tekintve a mai napra időzítettük a Mi Hazánk mozgalom miniszterelnök jelöltjének bejelentését. Nem csak Horthy Miklós emlékének ápolásában vagyunk egyedülállóak, hanem számos más kérdésben is a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely például eltörölni a mentelmi jogot. Az egyetlen párt vagyunk, amely írni-olvasni tudáshoz kötni a szavazati jogot, amely az oktatásban az integráció mindenáron való erőltetése helyett szegregálna is, amely népszavazást tartana az Európai Uniós tagságunkról, amely hatályon kívül helyezné a trianoni békeszerződést, amely szerint létezik cigánybűnözés, amely az általa vezetett településeken földosztásba kezdett, és amely kitiltaná a homoszexuális propagandát az iskolákból. Nem csak ezekben vagyunk egyedülállóak, hanem a Mi Hazánk mozgalomé Magyarország leghitelesebb miniszterelnök jelöltje, aki 25 éve ugyanazt képviseli, aki nem más, mint Torockai László, ásotthalom polgármestere, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. Át is adom neki a szót, hogy ismertesse programját, elképzeléseit. Köszönöm, és szeretettel üdvözlök, köszöntök én is mindenkit. Valóban úgy tűnik, hogy a két osztatú politikai rendszerben mi vagyunk az egyetlenek, akik valami mást képviselünk, mint akár a Fidesz, akár a balliberális tömb, hiszen azokban az alapvető, fundamentális kérdésekben, amelyek a legfontosabbak, azokban mind a Fidesz, mind a balliberális oldal nagyon hasonló állásponton van, akár külpolitikai kérdésekben, akár az Európai Uniós tagságunk, akár a NATO esetében, vagy éppen mondjuk a multinacionális cégek támogatása, előnyben részesítése a magyar kis és közepes vállalkozásokkal szemben. De azt is látjuk, hogy nem csak ezek az alapvető, fundamentális kérdések, amelyet 30 éve folyamatosan akár fideszes, akár balliberális kormányzat van, azt látjuk, hogy változatlanok, de az elmúlt időszakban, illetve jelenleg egy olyan pandémia zajlik világszerte, amely egy új világrend kialakításához vezet, és ezt ma már Magyarország külügyminisztere ugyanúgy elismeri, mint a Világgazdasági Fórum első embere Klaus Schwab, és akár a Fidesz, akár a balliberális ellenzék ebben a kérdésben is ugyanazt a bénultságot képviseli, amely azoknak a pénzembereknek az érdekeit szolgálja, akik most rendkívüli módon meggazdagodnak éppen a pandémia következtében, miközben az emberek tömegei, milliói pedig el fognak szegényedni, az államok pedig olyan adósságba verik magukat, amelyhez hasonló a 90-es évek elején az úgynevezett elsikasztott rendszerváltozás után adódott. Ugye az államadósság az elmúlt hónapok után az 1995-ös
szintre emelkedett itt Magyarországon is. Hogyha ezek a folyamatok mennek tovább, és nem változtat a kormány az álláspontján, továbbra is a lezárások irányába tereli a folyamatokat, akkor az államadósság olyan magasba az egekig szökhet, amelyet akár nem csak a gyermekeink, hanem majd még az unokáink is nyöghetnek. Ez jelenleg a legfontosabb kérdés, ez most már egy szuverenitási kérdés. Tehát nem a vírusról van elsősorban szó, hiszen mi sem orvosok, nem szakemberek vagyunk, hanem arról, hogy Magyarország elveszíti a függetlenségét a jelenlegi intézkedések következtében. Ezért is látjuk rendkívül fontosnak azt, hogy a két nagy opcióval szemben, amely ezekben az alapvető kérdésekben, vagy akár jelenleg a világjárvány kezelése kérdésében ugyanazt képviseli, legyen egy harmadik választási lehetőség. Ezért döntöttünk úgy, hogy miniszterelnök jelöltet állítunk relatíve új pártként azokkal a pártokkal, azokkal a politikai erőkkel szemben, amelyek 30 éve uralják a magyar politikai közéletet.